Sziasztok, Bartal Alexandra vagyok, ez pedig a Hol is kezdjem podcast. A mai vendégünk Kaszás Attila. Szia Attila! Nagyon köszönöm a meghívást! Én is köszönöm, hogy eljöttél. Hogy gondolod, jó vezetőnek tartod magad? Alapvetően igen, mert bárkiről is beszéljünk cégnél, nem együtt dolgozunk, hanem együtt gondolkodunk. És szerintem nagyon nagy különbség az, hogyha valaki úgy viszonyul az alatta nagyon-nagyon szorgosan és hasznosan dolgozó emberekhez, hogy együtt gondolkodnak, és együtt próbálják a jövőbeli utat kijelölni, illetve a mostani tapasztalatokat pedig folyamatosan együtt elemzik, és együtt gondolkodnak. Az elejétől kezdve így vezeted a céget, vagy voltak lépések, amikor rá kellett jönned, hogy ezt igazából így kéne csinálnod? Ez egy elég egyszerű evolúció volt lényegében így a vezetői technikákban, mert én olyan vezetőknél szerezhettem tapasztalatot, akik ezt az elvet vallották, és én ugyanebben a családias, együtt gondolkodó környezetben lehettem alattuk vezető, és ezt próbálom meg továbbvinni, amikor már a saját cégeket viszi az ember. Az elején alkalmazottként kezdette is, mint bárki más. Hogyan jutottál el odáig, hogy szeretnél egy saját céget, és ezt vezetni? Az ember, amikor vált céget, amikor egymás után különböző élelmiszeripari cégeknél dolgozik, akkor egyrészt látja azt a fajta űrt és hiányt, ami nincs a piacon, és amit esetleg érdemes lenne gyártani vagy forgalmazni. Ez nem csak az élelmiszeriparra igaz, ez igaz szolgáltatásra, bármilyen más területre is, hogyha ha valaki most hallgatja a műsort, és nem biztos, hogy élelmiszeriparban dolgozik, vagy kereskedelemben, de ez bármire igaz. Egyrésztről, a másik pedig, hogy egy idő után eljut el szerintem a fejben a kreatív és önálló gondolkodó elme arra a pontra, hogy már nem a multik zsebébe szeretné rakni azt, amit ő kapcsolati tőkével, fizikális munkával, bármivel össze tud hozni, hanem ezt a saját zsebébe szeretné rakni. És ilyenkor, ha megvan a kreatív ötlet, megvan a megvalósítási terv, megvannak azok a társak esetleg, akik még segítenek is benne, akkor összeállhat egy olyan program, amivel az ember önálló pályára állhat. Szerinted bárki képes cégvezetésre, vagy erre inkább születni kell, vagy ki lehet tanulni? Születni nem hiszem. Tehát ez nem hinném, hogy egy cégvezetés egyenértékű lenne mondjuk egy hangszer használattal, vagy egyfajta, nem tudom, színészi tehetséggel tanulható. A cégvezetésnek szerintem a 80-85% tanulható, 15% pedig az, hogy valójában ez hogy jön át. Mert hiszen prezentálni meg lehet tanulni, delegálni meg lehet tanulni, minden olyan tevékenységet, ha mozaikból összerakunk egy jó vezetőt, meg lehet tanulni, de a 15% az pont az a fűszer benne, amit vagy otthonról hoz, vagy amit genetika, vagy amit megtapasztal, vagy átvesz az ő korábbi főnökeitől, az az a finomság, akit szívesen hallgatunk mondjuk egy előadásnál, és úgy áll ki, hogy azt mondjuk, hogy igen, 40 perc, ez egy perc alatt elrepül. Kezdőknek mit tanácsolnál első körben, amikor mondjuk megvan már az ötlet, hogy mit szeretnének csinálni, mi lenne az első lépés, hogy megalakítsák a saját cégüket? Picit visszaugranék az időben, tehát megvan az ötlet, akkor tapasztaljanak. Tehát, hogy mondok egy nagyon bőt példát, te kitalálod azt, hogy nem tudom én egy hiper-szuper vitaminozott, nem tudom én milyen kutya eledelt, azt te most szabadalmaztatsz. Akkor én jobbnak látom azt, hogy az ember elmegy mondjuk egy nagy multicéghez, aki ilyen hasonló termékeket forgalmaz, és elmegy üzletkötőnek, és mondjuk egy évig valóban tapasztal, fölméri a kereskedelmi lehetőségeket, megnézi a hálózatokat, megnézi azt, hogy hol van ennek a piacérése, és hogy mit lehet ebből kihozni. És amikor összeállt a névtől a marketing tervig a gyártási háttéren keresztül minden, akkor érdemes önálló pályára. Tehát mielőtt céget alakítunk, rengeteg mindent össze kell tennünk egy start pozícióra, hogy az működjön. Lehet az egy weboldal, lehet az egy termék, lehet bármi más. Ha weboldalt szeretnék tenni, akkor, vagy összerakni, akkor alapvetően is van egy egyedi ötletem, ami webshoptól kezdve bármivel társulhat, akkor alapvetően egy csomó minden start pozícióba kell hoznom. Először vannak-e megfelelő
adminisztrátorok, akik majd kezelik a weboldalt, mi az, amivel fel szeretném tölteni, ahhoz nekem van-e grafikusom, stb. Van-e hozzá megfelelő programozói hátterem, és hogyha ez így mind összeállt, és én, mint cégvezető látom, hogy maga a team megvan, akkor elgondolkozhatok azon, hogy igen, megcsinálom a céget, majd megvalósul maga a termék, ami még egyszer mondom, lehet szolgáltatás, lehet fizikális termék, és onnantól kezdve piacra lehet dobni. Nem biztos, hogy mindig milliós piackutatás kell ahhoz, hogy az ember sikeres legyen. Sőt, nem kell a spanyol viaszt feltalálni ahhoz, hogy valaki sikeres legyen. Ha valamit látsz, ami a magyar piacon vagy az európai piacon működik, de érzed, hogy mi az, ami hiány belőle, mi az a plusz, ami lehet egy szolgáltatás, lehet egyfajta hozzáadott érték, amit te jobban tudnál csinálni, amit tudod jó, hogy jönnek a visszajelzések, hogy ezt másképpen kellene egy picit csinálni, és aztán megvalósítod, onnantól kezdve nyertél. Nem féltél attól, hogy nem fog beindulni a cég? Minden cégindításban benne van a 19-re húzzunk lapot effektus. Azt viszont pontosan tudtam, hogy alapvetően van egy funkcionális vízhiány, amiben ma a fiatalok és a középkorok, bárki arra vágyik, hogy alapvetően a sima víz egy idő után borzalmas, unalmas, a cukrozott üdítőket nagyon kevesen veszik, sokan veszik, rosszul mondom, sokan veszik, de egyre kevesebbet fogyasztanak belőle, kellene valami olyan fajta funkcionális üdítő, amiben nincs olyan, ami a szervezetre káros, és esetleg valami pluszt is ad. Ez lehet mondjuk egy reggeli vitaminvételt pótló ital, mint ami mondjuk a Viva vitaminvíz, ami alapvetően azt a reggeli kimaradt jelenetet pótolja, hogy ja igen, megint elfelejtettem bevenni, akkor egyszerűbb leveszem a pótról, és üdítőként elfogyasztom, de lehet bármi más ötlet is. Bármiben benne van a bukta. Tehát, hogy lehet ez jó és lehet rossz. Ha az ember bízik magában, az ötlet nagyjából megállja a helyét, mindig el szoktam, és kicsit a szerencse is mellé áll, akkor onnantól kezdve lehet részt találni a piacon, nem csak Magyarországon, hanem Európában is. Egyébként ezt külön kell bontani, mert ha fiatalok hallgatják most a műsort, teljesen más, ha valaki angol nyelvű fejlesztésben gondolkozik, weboldal, szolgáltatás vagy termék, és ő ezt alapvetően az európai piacra szánja, vagy ha valaki csak kis hazánkban gondolkodik, és azt mondja, hogy ő megelégszik azzal a 9,5 milliós piaccal, ami most itt van, és ő arra szeretne valamit gyártani. Miben különbözik? Hát teljesen másképp kell gondolkodni, mondjuk, hogyha az Európa. Eleve, hogyha valaki a csatornán túl megy, ugye az angliai, tehát az Egyesült Királysági részre, ott nem csak az élelmiszerek, ott egy csomó más mindenben másképp kell gondolkodni. Ha az Európai Unión belül gondolkozunk, tehát a 24-27 országos régió, amit ugye szabadalmilag le lehet védetni, az most 27 ország. Ha 27 országban gondolkodunk, akkor sokkal inkább populárisabb trendeknek kell megfelelni. Teljesen más, hogy használják nem csak az élelmiszereket, én mindig ide térek vissza, mert ugye ez a szakterület, nem, hogyha lehet így mondani, nem csak élelmiszerben, hanem minden másban. Egy lengyel teljesen másként működik, mint egy spanyol vagy egy olasz. Egy olyan szintű körültekintés kell európai piacon. Én elmondom, hogy ezt hogy tettem. Amikor én eldöntöttem, hogy nem csak a magyar piacra lenne jó kilépni a termékkel, hanem az európaira is, akkor 10 nap alatt körbe vonatoztam Európát. Az igen. Ami azt jelenti, hogy 9000 kilométert mentem 10 nap alatt, ebben volt Zürich, Párizs, Barcelona, Madrid, Valencia, nem tudom én, Németország, minden volt benne. Pontosan látni akartam, hogy milyen konkurensek vannak, pontosan, hogy milyen beltartalommal rendelkeznek azok a konkurensek, hol vannak jelen azok a konkurensek, és hogy összetudjak magamban rakni egy olyan tervet, hogy vajon mi lehet az a lépcső, az a következő step, amivel ki lehet lépni az európai piacra, picit úgy is fölmérve, hogy például mi nincs egy német közértben, mi nincs egy spanyol tengerparton, mi nincs a római, nem tudom én, Vatikán melletti büfében, és akkor kap az ember egy általános képet, hogy igen, mi az, aminek van a létjogosultsága. Ugyanezt meg lehet csinálni szolgáltatásban is egyébként, ha az ember sokat, az család sosem örül, mert sok éjszakát töltünk a web előtt, de ha körbenéz és rájön, hogy mi az a... Például mondok egy ötletet, az Egyesült Államokban már dübörgött a kisállattemető weboldal, ahol virtuálisan el lehetett
búcsúzni a kisállattól, fotót feltenni, és egy virtuális sírhelyet hoztak létre. Amerikaiak milliói fizettek elő rá az első fél évben. Senki nem hozta át Európába. Nehogy azt higgyük, hogy az európai kutyatartók nem annyira bolondok, vagy kisállattartók, mint az amerikai. Ugyanannyira tudunk ragaszkodni egy kisállathoz. És amikor van egy webrész, ahova én föl tudok menni, és ott az kisállatomról, aki már sajnos nincs köztünk, megnézem a 10 legjobb fotót, és bármikor tudok, ilyen szentélyek alakultak, tehát olyan fajta lavina indult el, és később ezt az ötletet át is hozta valaki Európába, és megcsinálták, de ilyen ötletben még 600 ezer van körülbelül, ami lehetséges megoldás. Akkor, ha jól értem, szinte határtalan. Abszolút. Tényleg csak fantáziánkra kell bízni. Igen, hát ma, amikor alapvetően ugye tévézni nem nagyon tévézünk, valljuk be, őszintén, amikor a rádió az maximum funkcionálisan a kocsiban van, amikor utazunk, akkor hallgatjuk bizonyos információk miatt, maradt a web. Erre viszont egy nagyon okos hölgy azt mondta, hogy néha kell digital detoxot tartani. Azért, amikor az ember lerakja a telefonját, a laptopját, mindent, és úgy tölt el mondjuk egy hetet, könyvet olvas, és a többet a töltődéshez. Egyébként ez minden... Abszolút ritka, de minden ilyennek köze van a vállalkozáshoz. Tehát, hogy ha tartok egy ilyen szünetet, tudok táplálkozni, kiürítem az agyamat, tudok gondolkodni nem számokban, hanem lépésekben, hogy mi az, ami jó a vállalkozásomban, mi az, ami nem jó a vállalkozásomban. Nagyon sokszor Excel táblákban merengünk el. De szerintem stratégiákban kell egy vállalkozásban gondolkozni a legelején is, és amikor a legvégén el szeretném adni, vagy piacra dobni, akkor is. Szerinted van olyan irány az egyetemen, amerre lehet indulni, hogyha mondjuk valaki egy vállalkozást szeretne, vagy ez is igazából attól függ, hogy milyen irányba szeretne vállalkozást csinálni? Hát abszolút, ha úgy válogatja össze a társait, hogy mondjuk van köztük gyártás mérnök, tehát ha van mondjuk élelmiszermérnök közte, van köztük, nem tudom én, egy pénzügyes, aki, tehát attól függ, hogy mekkorára tervezik, milyen ütemben, hogy szeretnénk, tehát rengeteg. Akkor szinte már bárki lehet vállalkozó. Hát alapvetően bárki lehet vállalkozó, én nagyon sok vállalkozót is meg, akinek nincs is egyetemi végzettsége. Tehát, hogy nem mindig az egyetemi végzettség, vagy a felsőfokú végzettség az, ami garancia arra, hogy a jó vállalkozó lesz. Tehát nagyon sok mindenre alapvetően, hát amit sokszor kérjünk, az emberi kapcsolati tőke, hát ugye alapvetően az egy nagyon fontos szempont. Ugye szoktuk azt a fogalmat használni, hogy hát csak kihallásos alapon lehet ide bekerülni. Ez régen volt így. Én azt gondolom, hogy ha legyen az középkorú, fiatal vagy bárki, ha nem olyan szinten, mérhetően nem olyan szinten végzi a munkáját, mint ami elvárt, akkor kihullik abból a szervezetből, és a helyére kell valaki. Ma nagyon kevés olyan pozíciót tudnék mondani, ami kihalásos alapon működik Magyarországon, vállalkozói területen. Kérdésedre a rövid válasz, bárki lehet. Az megint egy külön kérdés, hogy valaki a családból hozott tradíciós vállalkozást folytatja, és azért tanul. Tehát azért, mert anyának, apának van 8 strandbüféje, elmegyek egy vendéglátóiparit elvégezni. Ez egy extrém helyzet, de ilyenből azért sok van. Tehát, hogy van, aki folytatja a családi tradíciót, és vannak nagyon sokak, akik meg DAF-ke direkt keresnek új pályát, és nem azt szeretnék, amit a szülők végeztek. Ott meg bármi lehet. Tehát, hogy egy közgazdászból lehet bármikor nagyon jó vállalkozó, mert ő nyitni fog egy, nem tudom, egy pénzügyi vállalkozást, ami alapvetően majd a társaival együtt irányt mutat a szegény befektetői rétegnek. Szerintem elég nagy probléma az, hogy a multiknál már a nagyobb vezetők nem látják, hogy mi történik. Nagyon, nagyon napra kész választ tudok neked adni. Egyrésztről én most szálltam ki képviselőm elől, tehát én abból táplálkozom, amit látok a piacon. Ma egész nap autóztunk, ma egész nap pakoltunk, ma egész nap néztük a boltokat, és új boltokat ilyen hunter gondolkodással próbáltunk szerezni, hogy még nagyobb disztribúció legyen az egyébként sem kis disztribúciói terméknek. Ezt látni kell. A nagy multiknál annyi adminisztrációs feladatokkal látják el a nemzetközi központok, illetve az itteni vezetőséget, hogy nagyon-nagyon le vannak terhelve, ezért delegálnak alattok, területi vezetők vannak a területi vezetők alatt, nem tudom én, kiek a menedzser, stb. Tehát, hogy van egy szint, ami alá biztos, hogy nem látnak ki.
de hogy, vagy nem látnak le, de azt, hogy nem mennek el éves szinten egy-két napot dolgozni, vagy egy hetet képviselőkkel, az hiba. Hogy ezt ki csinálja meg ki nem, az mindig kérdés. Amit lehet, azt outsourcingoljunk. Tehát, hogy helyezzünk ki. Tehát, hogy például felesleges értékesítési vízfejet fönntartani ma egy cégnek, ha van erre profi cég. Tehát a Viva vitaminvizet, azt egy nem nevesítem cég, nagyon nagy multicég viszi, az ő portfóliába beleillik, és ő kezeli a képviselőket. Minden képviselőnek van valami baja. Fáj a feje, nem jól ébredt, összeveszett az anyósával, rossz volt a leves, stb. Ezzel nem én akarok foglalkozni, vagy nem az én ott lévő kollégáim. Ezt oldja meg egy külső cég. Logisztikára ugyanígy lehet. Amit meg kell tartani, legyen az bármi, weboldal, szolgáltatás, pénzügyi intézet, vagy élelmiszer, azt a vízfejet, azt a 6-7 embert kell megtartani, aki azon dolgozik, hogy ez hogyan jön le a polcról, hogy erre miért fognak rákattintani, hogy ezt hogy fogom eladni, hogy ezt a szolgáltatást miért fogják igénybe venni. Ha ezt el tudom érni, akkor onnantól kezdve nem fog sírni az értékesítő, mert hiszen teljesen más lenne a pénzügyi helyzet, vagy a pénzügyi cég helyzete az értékesítő szempontjából, ha úgy jönnének be, hogy jó napot kívánok, most láttam, és ha el is mesélne erről nekem, mert én ebben tök szívesen vagyok, akkor azt érezné az értékesítő, hogy ja, hát de jó, hát csak el kell mondanom, rutint szerzek, és megvan a napi 4 kvótám ma, és köszönöm szépen, nekem meg lesz a havi, csak nem ez van. Ezt ugye nagyon nehéz elérni, egyrészt, hogy a pénzügyi piacon nagyon nagy verseny van, legalább olyan, mint az üdítői piacon, csak az üdítői piac az egy fizikális verseny. Bemész egy hálózatba, egy kereskedelmi egységbe, kivarakva 30 üdítő, vagy egy benzinkuton, és te eldöntöd, hogy melyiket vásárolod meg. Amelyik jobb, amelyiket jobban szereted, jobb az íze, olcsóbb az ára, szebb a színe, tök mindegy, de valami miatt megveszed. Valószínűleg 90%-ban azt, amelyiknek jobb a marketingje. Uh-huh. Benzinkuton, hálózatban nagyjából egy ára vannak téve, mondtuk, ez a nem ez fog dönteni. A pénzügyi szektorban ez sokkal bonyolultabb. De mindenhol azt kéne elérni, hogy a cégnél, ahol vagy, ott a cégvezetéssel és a marketinggel foglalkoz. És amit lehet, azt nyugodtan ki lehet szervezni. Nem kell mindenhez értened. Te nem fogsz a grafikához érteni, te nem fogsz a logisztikához érteni, nem kell, vedd le magadról a terhet. Lehet, hogy 2 forinttal drágább lesz. De attól mondok még egy dolgot, ha valaki terméket gyárt, az első 1 millió darab után nem kell elgondolkodni abba, hogy neki gyár kell. Ez egy ilyen birtoklási vágy. Ha csak nem csapnak hozzá, nem tudom, pár milliárd forintot, akkor nem kell elgondolkozni. Nyugodtan lehet bértöltéssel terméket gyártatni. Mert nem az a legfontosabb, hogy saját gyár legyen, hanem először épüljön fel a márka. És ma a Love Brandet kialakítani, beszéljünk még egyszer mondom, bármiről, szolgáltatásra, azok évek. Tehát mire a fogyasztó oda nyúl a polcra, rákattint az interneten, vagy elmegy és megveszi, és nem tudja, hogy miért, mert ugye az a Love Brand, amikor lásd telefonmárkába, tudunk olyat mondani, hogy vesszük, de nem tudjuk, hogy miért. Hát sőt, sok mindent tudunk ilyenből mondani. Az pontosan azért van, vagy energiaitalban is tudunk olyat mondani, hogy igazából nem nagyon tudjuk, hogy drága, de mégis megveszik az emberek, mert van egy olyan image, ami Love Brandé varázsolta. Ezen kell dolgozni. Tehát az első 2-3 évben megértetni a fogyasztóval, hogy jó, hogy elfogadható, hogy a tied, te tudsz vele azonosulni, és onnantól kezdve egy olyan Love Brandet varázsoltál, hogy automatizálva az emberek vásárolni fogják, onnantól kezdve nincs gondod. Szerinted a következő 10 évben el fognak tűnni vállalkozások, illetve szakmák? Alapvetően igen, nem fogjuk tudni elkerülni azt, hogy a digitalizáció beneolvasszon egy-két szakmát. Tehát itt gondolok arra, hogy például rengeteg ügyvédi és egyéb tevékenységet ma már neten, egy autóvásárlástól és annak lepapírozásától kezdve nagyon sok mindent meg tudunk oldani. És ez szerintem a továbbra is a digitális aláírás népszerűségével és annak az alkalmazásával ez egyre inkább így lesz. Vannak olyan szakmák, amiket nem fogunk tudni ugye digitalizálni, ezek ugye lehet, hogy a burkoló, az orvos, és még sorolhatnánk, illetve szerintem új szakmák fognak megjelenni.
Tehát, mint például, nem tudom én, a virológus, az biztos, hogy egy olyan felkapott képzés lesz, ha én jól gondolom, az orvosi egyetemen, mert azért látszik, hogy az elkövetkezendő, nem tudom én, 8-10-20 évben lehet, hogy nem a Covid volt az utolsó ilyen feltűnő vírus, hirtelen feltűnő vírus, amivel meg kell küzdenünk. Tehát lesznek olyat, amit a mostani mai napjaink fognak kidolgozni és előtérbe helyezni, és azokra a szakmákra szépen rá lehet ülni. Azok igenis hosszú távon működőképesek lesznek. Az élelmiszer az szerintem nagyjából marad, bár egyre jobban próbáljuk azt is kiváltani. Az élelmiszer piacon belül, ha csak erről egy mondatot mondhatok, ott is ugye változik a piac, hiszen senki nem gondolta volna másfél évvel ezelőtt, hogy otthon ülünk, és nyomkodjuk a telefonunkat, és rendelünk magunknak nem csak készételt, bármit. Tehát ugye próbálkoztak nagy cégek, bejöttek a kicsik, közösen megértették velünk azt, hogy igen, nyugodtan lehet otthon a kenyeret, lisztet, cukrot, bármit rendelni, ugyanolyan, mintha bevásárolnál. Az egy másik kérdés, hogy a magyar vásárlási élmény az nagyon magas. Tehát nekünk egy program magyaroknak az, hogy elmegyünk vásárolni. Toljuk a kocsit, a gyereket, meg az asszonyt, és megpróbálunk élményt adni magunknak, és gyorsan sietni, hogy a meccsre hazaérjünk. Tehát, hogy ez egy másik dolog. De biztos vagyok benne, hogy ezen kívül lesz egy csomó olyan szak. Például, ha már ezt toljuk a kocsit, és bevásárolunk, meddig lesznek még pénztárosak? Sokáig, hogyha így haladunk. Vannak hálózatok, akik folyamatosan váltják ki, ugye robotpénztár, illetve automata pénztár. Oda megyek, lehúzálom, kártyával lefizettem, köszönöm szépen, nincs fizikális kontakt, csökken a baktéria, tehát csökken a vírusfertőzésnek a lehetősége, stb. Stb. A kedvencem az ilyen benzinkutak. Igen. Nem szólok hozzá senkihez. Ennyi. Jó, hát az olyan magad fajtának, hogy egyébként nem akar beszélgetni, csak a műsorában, úgy jó. De ugyanakvetően igen, egy csomó mindent ki fogunk váltani azzal, hogy nem kell hozzá humán munkaerő. Így kell gondolkodni ma egy kicsit, előrefelé kell tekinteni, tehát hogy mi az, ami valóban jövőben még sikeres szakma lesz, vagy már nem lesz. Igen, szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm a beszélgetést.